Húha! Itt vagyok! Ja, neked is. Igen! Lehet? Köszönöm! Mizának is? Ne mondd el a verset! Igen, mondjad, Liza, igen! Lehet, ide fel! Ügyes voltál! Na, a füled tövébe. Jó, köszönjük! Köszönöm. Neked is. Én majd fújok neked. Fel! Jó. Fel! Oké! Megjött a nyuszi a gyerekeknek. Ez lesz az elterelő hadművelet, amíg én kimegyek majd a kertbe. Addig ők itt megnézik az ajándékaikat. És szerintem könyvet fognak olvasni, és addig én elrejtem nekik a csoki tojásokat. Még ezt kell a fiúk között. Ó, nem tudom igazságosan elosztani, hát nem tudom, mert Liza is kap majd egyet ebből, vagy nem tudom, még mindjárt kitalálom. Illetve még egy dolog, a három faautós emberkés tojást, azt pedig ide tettem. Nem tudom, ezt akkor fogják észrevenni, azt, hogy ezt észreveszik, akkor van esélyre, hogy majd nem akarnak kijönni tojást keresgélni. Úgyhogy ezt egyelőre ide rejtettem. Lehet, hogy aki szemfüles, az ki fogja szúrni. De szerintem el lesznek foglalva itt a kis nyusz is. Kosárkák tartalmával. Na, nincs ikkel, segítesz? Bök rá, amelyik legyen Alexi. Ez és ez, ezt a kettőt mutattad? Azt, jó. És melyik a másik? Még egyet Alexnek válasz ki, jó? Bökj rá, melyik legyen még Alex? Azt hiszem, hogy ezt mondta. Ezt a kettőt berakjuk ide Alexnek. És akkor... Ez de érdekes, ez olyan, mint hogyha egy versenyautó lenne az eleje. Meg még kotrógép is, hát ez nagyon kis úri. Ezt kapja Noé. És ezt. Aha, és ő nem kapott. Aha, két darab ilyen pecsét, vagy nyomda szettünk van, azt beraktam Alexnek, mert ő szeret nagyon, meg a Liza szeret nagyon ilyen értelemben, akkor beraktam Noénak a harmadik autót is, ide. Ez még a Noé. Ez a puzzle. És hát természetesen a szemes párna. Lizának a könyv az közös. Lizának van benne a nyomda, akkor a hajcsat, meg nyuszi sajgumi, meg van benne egy karkötő, amit már együtt kell megcsinálnunk. Ez egy ilyen titkos karkötő, 50%-kal volt akciózva, vagy 75%-kal, nem, 75%-kal volt leakciózva a Tesco-ban. Nagyon szereti Liza most a karkötőket, és ilyet lehet neki fűzni belőle, és van benne egy mysterious figura, egy meglepetés figura, valamelyik ezek közül is, szorítsatok, hogy ne a delfin legyen, mert azt tetszik a legkevésbé. Két darab maradt már csak a Tesco-ban, hogy az egyiket hoztuk el a Lizának. Szóval remélem, hogy nem az lesz.
Na, ezt kapja Liza. Ja, fordítva, igen, így fér be. És akkor most kim vannak egy kicsit a kertben, amíg én itt elrejtettem a dolgokat, mondjam, megcsinálom rendesen, és utána pedig csere, én megyek majd ki, és ők lesznek itt bent. Hogy papáz? Keresítek meg a cicát. Hogy van? A cica! Jáu! És hol a tojás? Ott van. Ott van, itt a tojás. Hol van még tojás, ami egészben van? Azt nem mutattad? És hol van a kis kocsi? Kocsi. Na, sziasztok! Most majd vagyunk a kertben. És most fogom itt elrejteni nekik ezeket a kis csokikat. Első sorban a kis színes tojásokra gondoltam, hogy őket fogom itt valahol eltutosni. De van még itt több dolog. Ezeket annyira messzire nem fogom eltenni. Ó, nagyon-nagyon szereti ezt a tejben oldódó szívószálakat. Akkor vannak, megmutatom inkább szerintem a kis kosárkának a tartalmát. Elfelejtem a kamerát, és akkor jobban fogjátok látni. Most de rejtsük el dolgokat. És el fogja szélni a szél. Látom, nagyon fúj a szél, viszont. Úgyhogy, jaj, miért kanyuszi? Ebből sajnos csak kettőt sikerült lennünk. Most párban. De aki megtalálja, ővé lesz. Na, gyorsan mutatom át, hogy most utána rejtsük el őket. Megpróbálok nem árnyékolni, de nem tudom, hogy úgy fog-e sikerülni. Szóval sok kis apró színes tojás. Ezt tavalyról, hogy láttatok a videót, ezt ismerhetitek már. Téli fagyi, vagy nem tudom, hogy hívják ezt. Fagyi töltsé, és akkor benne van csoki, megjöttek a smarties-ok. Akkor ilyen helyes kis nuszikák. Hát ez igazából ez csak így keresgélés szempontjából jó. Inkább ezeket a tojásokat szerintem majd így tejben és tejben vissza fogom nekik rá reszelni, és azt fogják megenni. Akkor van ilyen cuki nyalóka, viszont hát 4 darab van benne, úgyhogy ők meg 3-an vannak, hát meglátjuk. Meglátjuk, hogy Noé lesz a kettő, ugye? Ahogy szokott lenni. Na, és akkor itt van még az én kis szacsrom, ugye a két imélka nyuszival. Ezt akkor lehetett kapni, azt hiszem, hogyha 1000 forint értékben, vagy 2000 forint? Talán 2000 forint értékben vásárolsz még a terméket, akkor egy nyuszit lehetett választani. Úgyhogy vettünk 4000 ér, és így lett két nyuszink. Van nagyon finom, a Müllerből ilyen gombás gumicukorka. Imádják a gumicukrot is egyébként. Noé nagyon szereti ezeket a szívószálasokat tejecskével meginni, úgyhogy ilyet is választottam neki. Ja, van ilyen tök jó ilyen bocis. Akkor, ez tök érdekes, nem is láttam még ilyen Balaton szeltet. Mi nem szeretjük egyébként a Balaton szeltet, de ezt megkóstoljuk, hát ha ez az eples, ez finom lesz. És a gyerekek fogják megkóstolni, mert amikor mennek kirándulni, majd akkor beteszem nekik a kis táskájukba. Akkor van szintén 3 cuki nyalóka. Hopp, itt egy cica is megjött. Addig lehetsz kint, amíg bennmaradsz a kertem belül. Mihez meglátom, hogy valahova itt elmennél, elmászkálsz, akkor onnantól kezdve be leszel zárva. Most egy kicsit így nézzél körbe, de szerencsére egyelőre nem ment el. Na, aztán... Na, akkor... Hát... Amikor ezeket meglettem, egyből a 3 gyerek jutott eszembe. Nem tök olyanok, mint ők. Mint hogyha ők lennének. Tök cuki. És akkor még gyorsan... Ugyanígy 3 Milkából is. Béka, hód vagy mókus, és egy bálánka, és még jaj, elrepül közben az utolsó csokival a szacsrunk. Szóval ez is a 3 gyerek. A szacsrunk az elrepülte
Szerencsére a rózsa megfogta. Na, most jól kipakoltam. Na, gyere le! És beakasz le. Na, akkor most el lehet gyorsan rejtegetni. Az lesz a haditerv szerintem, hogy Noénak és Lizának valahol vagy de lentre a kertbe fogom elrejteni, és Alexnek viszont hátul, fent a teraszra. Na, elrejtettem gyorsan, ezt nem idehoztam le, mert ez sok idő lett volna. Csak úgy kb. Mutatom, hogy hol kell keresni. Tizet nem érdeklik a csokit, úgyhogy... Hát ennyi. Egy. Ennyi. Úgyhogy akkor megyek be értük, és indulhat a keresgélés. Na, ők már kiszúrták ezeket a folyásokat közben. De már közben, mikor bejöttem, gyorsan megkiabáltam, hogy valaki járt a kertben. Nagyon jó. Mi van benne? Akkor mindjárt kibontja. Valaki járt kinn a kertben. Az a... Te is, az Alexi? Szétosztották egymás között. Aha. Na, akkor ezt is megtaláltátok. Lakad bezárva. Lizának orrtörlés. Fordítjuk. Gyere, Liza, gyere. Kinyílik. Adicskára megtörli, anya. Ja. Jaj, de jó, tíz volt az autó. Liróli. Csak Liza. Itt van a zárva alakad. Alex, neked mit van? Fordítjuk a nyitva alakad. Rendőr bácsi? Nagyon jó! Neked szem van? Igen, ugye kinyitja apa, viszont ki kéne mennünk, mert... Megesszik a cicákat. Olyás. Hát a Lili nem merő, de van zárva ide bentre. Úgyhogy... Mindjárt, apa kinyitja. Gyertek! Egy gyerek! Na, az a feladat, hogy meg kell találni, és be kell tenni, aki talál valamit, tedd be a kosárkába. Úgy! Nagyon ügyes vagy! Vissza segíten, gyere! Gyere! Hopp, hopp ti! Egy, kettő! Na, szóval, nézd csak itt! Itt, Liza! Liza! Ott! Itt lenni! Vagy fel gyorsan! Na, az erre majd, tedd be ide a kosárkába! Oda, tedd be a kosárat! Azaz! Alexik a másik oldalon mennek ki. Na, kereskéljetek! Azt vett fel, Liza, Liza élet a nyuszi! Liza, élj a Mirka nyuszi! Ügyes vagy! Liza! Az nem az, azt tedd le! Noé talált! Liza, nézzük el! Ügyes vagy! Na, kereskedjél!
Elmegy a Liszi mellett. Liza, gyere erre, gyere erre. Gyere, nézd csak. Nézd csak. Ott, arra. Liza. Ügyes vagy! De aranyos, ad neki, de helyes! Na, keresgéljetek! Liza! Liza! Nézd, ott van! Ott! Még egy milka, nyuszi! Nyuszi! Fresh. Na, ezt fogjam én, vagy tegyük bele? Tedd oda be. Jó. Na, lehet tovább menni? Anya, a picikét azért segít, jó? Tedd be gyorsan! És még egyszer meg, hogy én mit csinál, mert így odra lemaradunk. Hú, mit találtál? Még egyet? Milyen aranyos testvér vagy! Jó! Gyere, Liza! Gyere, nézd csak, megnézzük erre, mi újság! Gyere! Sikerül, Alex! Ügyes vagy! Itt is van! Gyere! Na! Igen, az Alex pályája itt belül. Na, aki kész van, az menjen föl és üljön le a hintaágyba. Noé, ezek itt? Na, aki kész van, akkor az leülhet a hintaágyba. Na és ott vannak a csoki nyalókák. Ott. Mutasd, mit találtál? Fordd is meg, mutasd! Na jó, ti kész vagytok. Ügyesek voltatok. Alex? Gyere!
kerül? Na, gyűjtögess és tedd be utána a szatyorba, jó? Jó, így nézd körül a földön, meg minden felé, hogy miket látsz. És tedd össze őket, jó? Pont az kell, ami legfönt van? Eléred azt valahogy? Először, amik lent vannak, azokat szedd össze, jó? Amik így könnyen mennek. Aztán a végén majd összeszedjük a fönt van a nagyokat, jó? Úgy rakd bele a kis szatyrodba. Rakjuk bele, jó? Úgy, mehetünk tovább. Na, keressed, még van sok. Úgy, rakd be a kis szatyrodba. Sikerült? Nem? Baj, mindjárt meg lesz. Úgy. Ügyes vagy, sikerül! Na, hol van még? Ó, vannak ott apró tojáskák? Sikerült? Ügyes vagy! De kettőt bezsákmányoltad innen? Na? Találsz még ilyen könnyű prédákat? Szerintem lesz még. Törzöd a rendet. De rendben zajlott eddig? Megnézzük, hogy el lesz. Ó, már a piros tojás is benn van. Azaz. Na, nyuszi is benn van? Nagyon megy ez. Na, ez kerül, lesz itt még sok. Az is megvan. És szerinted ott, ami a cicánál van, azt eléred? Gyere, Noé, neked itt annak lent még, jó? Ide, gyere. És csak nézd körül itt a virágrádáknál is. Sikerül. Ott szerinted a cicánál, ami van, azt el tudod érni? Jó,
próbáljuk meg. Az az. Segítek berakni, ez nagy. Jó? Úgy, úgy. Jöhetsz tovább. Ez az utolsó. Az az. Mehetsz, akkor te is oda a hintahágyhoz. Kész vagy. Na most osztottok, hogy ki melyiket szereti? Nosika, vagy mi az? Azt szerintem az egy mókus. Vagy, ja nem, az a béka. Te találtad meg a békát? Béka. Cice elfáradt. Jajaj. Jajaj. Leesett egy, semmi baj. Leesett egy kiszáradt a marilliszem. Ügyes vagy. Jó, de azt nem kell. Jaj, ja, azt hitte, ha izére, a kis táblára, hogy az is csoki. Nézd, teszi baszatyorba a kis táblában. Alex! Na, hát azt tudjuk, hogy beszélted, hogyha valami leesik. Jó, óvatosan. Nem, ezt nem kell begyűjteni. Na, jól van. Köszi, hogy megnéztétek velünk, tartottatok a tojáskeresésben. Kellemes húsvétot mindenkinek, boldog nyuszit! Sziasztok! Pápá! Sziasztok! Mit egészél? Pápá! Jajaj, nem úgy volt, hogy te alszol! Te itt csokikat is mász!